Már több mint 4 millió ember kapta meg a koronavírus elleni védőoltás első adagját Magyarországon. Szombattól számos járványügyi korlátozás enyhül. Pénteken több száz méteres sorok alakultak ki az oltópontok előtt, miután Orbán Viktor miniszterelnök kihirdette, hogy egyetlen napig bárki jelentkezhet a Pfizer-BioNTech vakcinájára. Franciaországban jelenleg még az 55 éven felülieket oltják. Május közepén 5 évet csökken a korhatár, június közepétől pedig minden felnőtt regisztrálhat majd a tervek szerint. Az éttermek június második hetében nyithatnak ki. Portugáliában már szombattól tovább enyhítenek az óvintézkedéseken, a mozik és az éttermek is kinyithatnak, bár egyelőre még korlátozzák azt, hogy hányan lehetnek zárt térben. A január óta a nélkülözhetetlen utazásokon kívül zárva tartó spanyol-portugál szárazföldi határ is megnyílik. Törökországban ezzel szemben minden eddiginél nagyobb szigor van, melynek betartatására a rendőrség ellenőrző pontokat állított fel. 2,5 hétre minden olyan munkahely bezárt, amely nem kapcsolódik a gyártáshoz, az élelmiszer, valamint az egészségügyi ellátáshoz. Az emberek csak boltba vagy orvoshoz mehetnek el otthonról.